nehéz megtalálni azt a karakterisztikus élményt, ami konkrétan azt mondaná, hogy az egy olyan élmény, ami a zsidósághoz vagy a zsidó barátaimhoz kötődik. Ez az élmény, ez egy lényegében kvázi politikai pillanathoz kötődik, de nem szeretném, hogy ez bármilyen módon úgy értelmezni bárki, hogy ez politikai lenne. Ez abszolút személyes. Egy olyan élmény, ami meglepően nem is közeli ismerőstől származott, hanem egy távoli, csak véletlenszerű ismeretségből. Néhány alkalommal ezelőtti választás előtt ez a távoli ismerős, ez mondta, hogy mennyire tart attól, hogy mi is fog történni a választás után. És nem feladatom eldönteni azt, hogy ez a félelme ez megalapozott volt, mennyire volt megalapozott, de amikor abba belegondoltam, hogy független attól, hogy ez mennyire megalapozott, ez az érzés, ez jelen van benne, és ez nyilván egy nem olyan érzés, amit le tud csöpörni az asztalról, amitől meg tudna szabadulni. Akkor az számomra egy sok volt. Viszont ha valakiben egy ilyesfajta érzés van, egy félelemérzet, azt valahogy az ember nem tudja kívánni senkinek, és leginkább is az diktálja az embernek a lelkiismerete, hogy segítsen és próbáljon fordítani ezen.